Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Még a migrációs hullám elején 2015. októberében megjelent a Veszprémi naplóban egy figyelemre méltó interjú Márfi Gyula érsekurral, és ő már akkor 2015 őszén úgy látta, hogy a migrációval Európának az iszlám általi leigázása történik, meg pedig elsősorban azért, mert idézem, a muszlim tömegek vezetői jól látják, hogy megérett a helyzet a hitehagyott földrész elfoglalására. Európa levetette magáról Krisztus szelíd igáját, hogy nyakát Mohamed sokkal szigorú igájába hajtsa. Eddig az idézet és teszi hozzá az érsek, ha Európa elbukik e küzdelemben, annak a hitehagyás lesz az elsőrendű oka. Tehát vonja le a következtetést, megint idézem, sokkal komolyabban kell venni keresztény hitünket. Mit jelent Európának ez a mostani hitehagyása, és mit jelent úgymond sokkal komolyabban venni hitünket? Nyilván azt, hogy igyekszünk megérteni és komolyan végig gondolni, Pontosan, konkrétan megfogalmazni, és lehetőség szerint tovább is adni, mit kíván tőlünk Isten, mit akar, hogy kezdjünk a mi életünkkel, és egész önmagunkkal. Hát ennek megértéséhez elengedhetetlen mi hamarabb visszatalálni a hitnek a gyökeréhez, közvetlenül a színtiszta isteni kinyilatkoztatáshoz. Igen, gyökérről beszélek, ugyanis a bibliai erkölcsnek minden tételes parancsolatot megelőzően, akár a tíz parancsolatot is megelőzően van egy alapszabálya, egy alaptörvénye, melyet legrövidebben és legmélyebben Pálapostól fogalmaz meg a római levél etikai tanításáról szóló részének az elején, amely még az egyes résztémák előtt az egész keresztény erkölcstan bevezetése. Ez a 12. vers első és második versében olvasható, és két vers az egész, mégis a lényeg. Mit kíván tehát a hívőtől Isten? Olvasom itt az első verset. Tehát római levél 12. fejezet, első vers. Kérlek tehát benneteket, testvérek, hogy Isten irgalmáért adjátok oda testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti értelmes vagy észszerű, logikus Isten tiszteletetek. Önátadás. Erre van szükség. De miért? Miért éljünk Istennek átadott, neki engedelmeskedő életet? Miért? Pál úgy fogalmaz, hogy csak és kizárólag Isten írgalmáért hálából. Isten hatalmas jóságát valamennyire hát viszonozni igyekezve. A keresztény erkölcs lényege és tartalma nem lehet semmi más, mint a háladás Istennek, az ő elképesztő, végére mehetetlen irgalmáért. Pál azért kezdi éppen így levelének ezt az erkölcsi tanító részét. Kérlek tehát benneteket Isten írgalmáért. Igen, mert az eddigiekben, az úgynevezett teológiai részben tényleg másról sem volt szó, mint Isten írgalmáról. A teljes első nyolc fejezetben, és azután Izrael sorsával példázva, a 9-es, 10-es és 11-es fejezetekben ugyancsak. Írgalom. Miben áll az írgalom a római levél egésze szerint? Röviden összefoglalom öt pontban, amennyire lehet, hogy a levélben eddig miről volt szó, tehát ebben az első nyolc, illetve tizenegy fejezetben. Először is. A bűn állapotában, azaz Istentől elszakadt, elidegenedett állapotban lévő emberre Isten nem sújt le azonnal amint az igazságosság kívánná, hanem vár. Kegyelmi időt ad, gondolkodási időt biztosít mindenkinek, a hitétől függetlenül. Másodszor, abban a pillanatban viszont, amikor valaki hitre jut, vagyis belátja, hogy magától nem képes kijutni bűnös állapotából, és Istennel közösségre lépni, nem képes, ezért elfogadja Krisztus, mint a megváltóját. Szóval amikor ezt teszi, abban a pillanatban Isten igaznak tekinti, igaznak. És valamilyen értelemben tényleg igaz is, hiszen az iménti felismerése, amit idéztem, az maga az igazság. Szóval Isten az ilyen uh, igaz embert úgy tekinti, minthogyha soha semmi vétke, nem lett volna, mintha habtiszta, ártatlan lény lenne, aki szabadon járulhat Isten kegyelmének a trónusa elé kéréseivel. Harmadszor, ekkortól kezdve az illető bibliai szóhasználattal Krisztusban van. Krisztusban van. Ez pedig annyit tesz, hogy Isten a gyermekévé fogadja, hogy úgy mondjam, bocsánat, egy kalap alá veszi Krisztussal, és elkezd vele úgy bánni, ahogy a tulajdon fiával. Krisztusban lét. Na, negyedszer, ott van Isten előre rendelése, az egy csoda. A predestináció elve, amely nem másról szól, mint arról a hatalmas kegyelemről, hogy akikről Isten előre tudta, hogy élet, tehát ez a lényeg előre tudta, hogy életükben ő mellette döntenek majd, azok számára előre gondoskodott egy értelmes, üdvre vezető életútról, meg az ehhez szükséges erőről is gondoskodott. Sőt, ötötször, ez nem azt jelenti, hogy egyszer-egyszer, vagy akár sokszor megsegíti őket Isten, nem? hanem terve, komplett, megalapozott, előzetes terve van, külön-külön minden egyes őt szerető életéről, a célba érkezésig, az üdvösségig, amely, amely felől így az embernek lehet szilárd reménye, már mint hogy ugye Isten oldaláról legalábbis. Tehát erről az öt dologról szól lényegében a római levél első nyolc fejezete, meg a maga módján a 911 is. Isten irgalmáról. És ez az egész így együtt. Hát ez valami elképesztően hatalmas dolog. Az emberi értelem alig képes befogadni. A keresztények azok ő mindezeknek a birtokában hihetetlenül gazdag emberek. Igen. No, tehát ezért a szinte fölfoghatatlan, hatalmas Isten irgalomért. Erre az irgalomra, mint egy válaszul, kéri az apostol, amit kér Istennek ezért az irgalmáért, amit itt elmondtam. Adjátok oda testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Igen, Istennek ezt az irgalmát, az irgalomnak ezt az öt megnyilvánulását kellene Végig gondolnia mindenkinek, hogy lássa a keresztény etika az erkölcs alaptörvényét, hogy nem tételes parancsolatok betartása a lényeg, nem az a kérdés, szabad vagy nem szabad valami. Nem, hanem az a lényeg, hogy az ember, aki megértette, legalább ilyen vázlatosan, összefüggéseiben, ahogy elsoroltam, hogy mit is tett érte Isten irgalmat, a főfogta, akkor erre feleletül egész önmagát bizalommal átadja ennek az Istennek, az ő vezetésére bízza rá magát, odadja magát, kész. És pont ezért beszél Pál értelmes Isten tiszteletről. A következő lépésben adjátok oda a testeteket, így meg így, és azt mondja, ez legyen a ti értelmes áldozatotok. Mondja, olyan áldozat, amelyik logikus. Egyszerűen logikus. Az eredeti görögben szó szerint pontosan így van, logiki latreja. Ami az egyetlen észszerű lépés az Isten jóságát megértő ember részéről. Ezzel szemben borzasztó logikátlanul, borzasztó észszerűtlenül gondolkodik az, és ilyen keresztények, keresztények tömegesen vannak. Aki nem látja, hogy mi következik ő rá nézvést abból, hogy Isten, amikor az egy fiát adta áldozatul ő érte. Ő érte! akkor odaadta mindenét, mindenét. Nem látja ezt. Nem. És nem ad hálát érte a teljes életével. Tehát logiké látraja. De úgy is fordíthatjuk ezt a logiké, logikus Jelzőt, hogy igeszerű az áldozat. Olyan, ami megfelel az igének, a logosznak, mert ugye logikus, logikus az a logoszból van. Isten mindenkori szavának megfelelő áldozat. Mert Isten az ő logosza, a beszéde szerint, hát pont ilyen áldozatot kíván, ma is, meg mindig is. Ahogy az Ószövetségben sokszor olvassuk, irgalmat akarok, és nem véres állatáldozatot hanem az ember önkéntes önátadását. Ezt kívánta Isten minden korban igazából az övéitől. Adjátok oda testeteket Istennek. Nagyon tudatosan fogalmaz így az apostol, és nem úgy, hogy, hogy magatokat, hanem testeteket. Ha a száj eddig tele volt családsággal, most teljen meg az igazsággal. Ha a nyelv eddig méreg volt a mások felé, mostantól teljen meg vigasszal, bátorítással. Ha a szem hiába valóságokra nézett, most már csak Istenre tekintsen. Ha a láb eddig a rosszra futott, mostantól jó tettekre igyekezzen. Szóval az egész, a testeteket adjátok oda. Nem azt kívánja Isten, hogy csak lelki dolgokat adjatok neki, szép érzelmeket, szép szavakat, imákat, hanem egész testi valótokat, a cselekedeteiteket. Azt adjátok oda az ő céljaira, mint akik minden munkájukkal, legyen az akár igehirdetés, vagy akár a legegyszerűbb szolgálat, mindennel őt szolgálják. Na most erről az önkéntes szabad önátadásról úgy beszél Pál, mint áldozatbemutatásról. Érdekes, az Ószövetségi áldozat mintájára olyan kifejezéseket használ, amelyek a Jeruzsálemi templomi áldozatoknál voltak szokásosak. Állítsátok oda, vagy tegyétek ki, Isten elé a testeteket mondja, szó szerint, ahogy a Jeruzsálemi templomban szokták kitenni, oda állítani az áldozati állatokat Isten jelenléte elé az oltárhoz. Aztán áldozatotok legyen élő, szent és Istennek tetsző. Ez a három jelző is a templomi áldozat szókincséből van átvéve. Hát az Istennek adott áldozati állatnak ugye élőnek kellett lennie. Úgyhogy az ember se a holt anyagi értékeiből adjon, holt tárgyakat Istennek, hanem eleven önmagát, eleven önmagát, minden erejét adja. Aztán az áldozatra szánt állatnak, úgymond szentnek kellett lennie, persze a szó kultikus értelmében nem erkölcsileg. Szentnek, Isten számára elkülönítetnek, lefoglaltnak, semmi világi célra föl nem használt állatnak, vagy tárgynak. Hasonlóképpen az ember is úgy szállja oda Istennek a teljes valóját az áldozatban, hogy semmilyen idegen cél, gyakorlati érdek, evilági szempont nevezesse, legyen ezektől elkülönítve, hanem csak az Isten iránti hála az ő irgalmáért. És harmadszor végül Istennek tetsző legyen az az áldozat. Az Ószövetségben így nevezték a hibátlan, épp egészséges jószágot, vagy a terményből a legjavát, a zsengét. És az, azt kell Istennek. Az ember ugyanígy önmaga ereje, képességei javát, a javát adja oda Istennek, a zsengét, és ne pedig a maradékot, a felesleget, mondván, hogy Istennek ez is jó lesz, vagy mondván, igen, ha marad időm, akkor majd imádkozom, olvasom a Bibliát, akkor meg gondolkozom ezekről a dolgokról, akkor majd elmegyek a templomba, és így tovább. Ha marad időm, a maradék, hát nem, ez, ez nem tetszik Istennek, nem. És Isten pontosan tudja, hogy miért kérje, amit kér, hogy élő és szent, és neki tetsző legyen az az átadás. Mert csak akkor tud az emberrel lenni, és vezetni őt a jó úton, a boldogság és az üdvösség útján, ha az ember az nem méricskél. méricskél és nélkül teljességgel megbízik ő benne, rábízza az életét úgy, ahogy van. Na de persze, ezt csak valóban értelmes módon teheti meg. Isten iránta tanúsított irgalmát megértve teheti meg. Azaz logiké ként, logikus észszerű istentiszteletként. Na hát kérem, ez az a hit, ami úgy tűnik, hogy, hogy hiányzik a mai Európából. Ez. Ennyit a római levél 12. fejezet első verséről, mostan a második vers folytatja a gondolatmenetet. Így. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át értelmetek megújításával, hogy fölismerjétek, mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Ennyi az egész. Azt mondja pár, ne szabjátok magatokat e világhoz, ne hasonuljatok a világhoz. És ez borzasztóan fontos, a mai egyház legnagyobb nehézsége. Mert a történelmi egyházak sok országban látják a világnak az egyre erőteljesebb elvallástalanodását, szekularizálódását. Azt, hogy egyre inkább elszakad, a vallástól, az Európát hajdan létrehozó alapoktól, a szellemi alaptól és szellemi értékektől, a zsidó-keresztény hagyománytól egyre jobban naponta elszakad. Főleg Nyugat-Európában bénultan és értetlenül érzékeljük a történelmi felekezetek katasztrofális fogyatkozását. Mind létszámban, mint pedig lelkierőben. A történelmi egyházak Európában, főleg annak a nyugati felén, tényleg komoly válságban vannak, és e nagy hanyatlás miatti tanácstalanságában sok rész egyház, úgy gondolja, nem tehet mást mint hogy idomul a helyzethez, behódol a világnak, elkezd hasonlulni hozzá, amiről itt Pál beszél. Barátkozik annak, például a beteg liberalizmusával, Isten világos rendelését félredobva, a tűrhetőnél sokkal engedékenyebben tekint egyes bűnös jelenségekre, tiltott jelenségekre, például a homoszexualitásra, meleg párokat ad össze, némely egyház, úgynevezett házasságban, és más hasonlók mindez csak azért, hogy hát elfogadja őt a világ. De hát nem fogja elfogadni. Természetesen ezzel a világnak való hízelkedéssel vagy behódolással egyáltalán semmit nem lehet megoldani. A hanyatlást nem lehet megállítani vagy visszafordítani, hanem éppen ellenkezőleg az egyház még a maradék hitelét is elveszíti. egyénekre és az egyház egész közösségére vonatkozik tehát pár felhívása. Akármi is a helyzet mondja, ti semmiképpen ne szabjátok magatokat a világhoz, és ne hasonuljatok hozzá. Hasonulni, az apostol itt a kéma séma, Görög szó igei változatát használja, séma. A világ ad egy sémát, erről van szó és mindenkit ahhoz akar szabni. Azt akarja, hogy az ember tagozódjon bele a világnak ebbe a sémájába, meg az egyház is. Mármennyire élteti a világ a sokszínűséget, ez merő hazugság, mert mindenki, aki a világ szerint működik, voltaképpen egy és ugyanazon sémára működik. Az én központúság, az önzés, a gőg, a szerzés, a mindenkin átgázolás sémájára. Hát ti ne tegyétek ezt, ne hasonuljatok ehhez a világhoz, mondja Pál, hanem, folytatja, alakuljatok át értelmetek megújításával. Na most itt arra, hogy átalakulni, már nem a szkéma, séma, szót használja, hanem a metamorfózis, a morfé, alak szót. Isten azt szeretné, hogy váljak képlékenyé, alakíthatóvá, ugye magyarban is ez van benne, alakíthatóvá, engedjen meg, hogy Isten szeretete, Krisztus áldozata összetörjön, hogy aztán felépíthessen új emberré, hogy Isten tüze felhevítse és meglágyítsa szívemet, hogy aztán át tudjon formálni Krisztushoz hasonlóvá. Alakuljatok át, hogyan? Azt mondja, értelmetek megújításával. Először az értelemnek kell megújítania, megújulnia. Az ember az értelmét megújítani nem tudja. Egyedül a Szent Lélek és Isten igéje közösen, képes erre, ha az ember enged a belülről jövő késztetéseinek. Mert a máshonnan jövő késztetések, azok leginkább a rosszra késztetnek. A minket érő rossz késztetés forrásait az Efezusi Levél második fejezete három dologban foglalja össze, ezek a világ szokása vagy értékrendje, erről volt szó eddig, aztán bizonyos démoni erők, ahogy fogalmaz Pál itt az Efezusban, a levegő égben uralkodó hatalmak. És végül maga a bűn utáni ember természetének a gyengesége. A testi érzékelésből származó vágyak, kívánságok. Mert hát az ember ö, ellenséges démoni erők nélkül is éppen eléggé gyenge etéren. Na most mindezeket legyőzni, és az értelmet megújítani, és ennek nyomán az embert átformálni, egyedül Isten lelke és igéje képes. Mire való az ember átalakulása, amiről Pál beszél? Kezdő az értelem megújulásával. Arra való, folytatja az apostol, idézem, hogy fölismerjétek, mi az Isten jó, Kedves és tökéletes akarata. Ez pedig ugye olyan dolog, amit csak megtapasztalásban lehet megérteni. Ahogy egyre több helyzetben, kihívásban és területen elengedem a saját elképzelésemet, és átadom magam Isten vezetésének, úgy tapasztalom meg egyre jobban, hogy amire Isten hív, amit ő akar, az jó. És csak az a jó, az a kedves, az elfogadásra méltó, az a tökéletes. A bibliai erkölcs alapszabályát, alaptörvényét Pálapostól fogalmazza meg, tehát a római levél 12. fejezet első két versében én most ezt elolvasom újra. Kérlek tehát benneteket, testvérek, hogy Isten irgalmáért adjátok oda testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul ez legyen a ti értelmes, logikus Isten tiszteletetek. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át értelmetek megújításával, hogy felismerjétek, mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Ámen.